Az Újpest-Debrecen után beszélgetünk, 3-0-ra nyertetek, te nyitottad meg a gólok sorát. Egy tanárós kérdések ezen, tudod, hogy mi történt 2015. október 14-én? Akkor lőttem utoljára gólt valószínűleg. Igen, akkor lőttél utoljára gólt, ez 9 évvel ezelőtt volt. Mesélj emiatt, milyen érzések dúlnak most benned? Hát nyilván nagyon vártam ugye ezt az újbóli országzsést. Azért azt tegyük hozzá, hogy pár év külföld azért befigyelt, de tényleg nagyon örülök neki. Nyilván nem ez az elsődleges feladatom, de természetesen azért, amikor az ember gólt szerez, az mindig ad neki egy plusz, főleg ilyen közönség előtt, úgyhogy nagyon boldog vagyok, de tényleg a legfontosabb az, hogy a csapat begyűjtötte 3 pontot jó játékkal. Azt kell, hogy mondjam, jó úton haladunk, dolgozunk tovább, hogy minél hatékonyabban működjön a gépezet, és szeretnénk továbbra is meccseket nyerni és gyűjteni pontokat. Igen, azt mondtad, nem a gólszerzés az elsőleges feladatod, de volt már gólpasszod az idényben, ma fejeltél gólt, 11-est is harcoltál ki, azért aktívan kiveszed a részed a támadásokból. Igen, nyilván ez a wingback pozíciónak köszönhető, ugye az első meccseket azért kicsit visszavonva játszottam, most itt a szélen megvan a lehetőség úgymond támadóbb szerepkörbe is kerülni. Nyilván próbálom ezt kihasználni, segítem a csapatot, de tényleg itt a csapata fontos, hogy tovább dolgozzunk, és hogy még jobban összeszökjön a társaság, ugye nagyon sok új ember érkezett, új játékos, új stáb, azért kell természetesen idő, amíg úgy összeszokunk, mint hogyha már több éve együtt játszanánk, de ezen dolgozunk nap, mint nap. Azt gondolom, hogy ez a mai meccs abszolút biztató volt, látszik a fejlődés, és dolgozunk tovább. Bár te nem voltál részese, hiszen csak idén érkeztél az Újpestbe, biztos emlékszel rá, hogy jellemző volt az Újpest az elmúlt években, hogy egy derbi után, egy vesztes derbi után meccsekre megzuhant. Most szerinted mi történt, mi volt a titok, hogy nem zuhantatok meg, sőt? Én azt gondolom, hogy egyrészt fejbe erős a társaság, és ezt át tudtuk beszélni másodszorban, ami nem elhanyagolható, hogy olyan szurkolók állnak mögöttünk, amit láthattunk is, hogy nyilván a sorsolásunk nem volt egyszerű, de annak ellenére is tényleg annyira mögöttünk vannak, hogy a pontok még nem jöttek. Ha a játék, azt kell, hogy mondjam, hogy nem is volt rossz az előző meccseken, de sajnos ez pontokban nem mutatkozott meg. De tényleg annyira érezzük az ő támogatásukat, és ezt ezúton is köszönjük, hogy fel tudnak spanolni egy ilyen vesztes derbi után, sajnos pedig ott is akár egy pontra jók lehetünk volna, de nagyon örülök, hogy ezt a meccset most meg tudtuk nyerni, és begyűjtöttük 3 pontot. És a Szuszában most nem tudom, mindenki retteg, ilyen 3-4 kapott góllal megy haza? Legyen így, legyen így.